Nagykállóban a városközpontot már korábban felújították, a nyugati és a déli kertvárosi részeket érintette a szociális célú városrehabilitációs program 2015-ben, amelyben elsősorban a minőségi lakókörnyezet kialakítására törekedtek. Több mint 350 milliót költöttek a beruházásokra. A pályázat kapcsán lehetőség nyílt a város 5 pontján zöld terület kialakítására vagy bővítésére, és több mint 4 kilométer járda megépítésére. Könyvtárt alakítottunk ki, új éttermet újítottunk fel, a római katolikus templom torony felújítása, illetve környezetének felújítása, parkoló építése, járdák építése, egy városrészünkön közösségi ház, illetve Karitász ház, illetve imaház felújítása, közösségi terek kialakítása, nagyon sok növényültetése, utak felújítása szerepel ezekben a programokban, ez is fontos volt a városlakók számára. Egyébként az elmúlt 7 évben már a 4. városrehabilitációs programján van túl Nagykálló. Volt egy 280 millió forintos funkcióbővítő beruházás is. Minden évben törekszik az önkormányzat arra, hogy saját forrásból felújítsa a járdákat, sőt 2015-ben több belterületi út mellett kerékpárút is létesült. Nagykállót több környező településsel összeköti kerékpárút, amelynek a helyi lakosok örülnek, hiszen így biztonságosabb a közlekedés. Az előkészületi tervek már megvannak, a Nyíregyháza Nagykálló közötti szakaszon a kerékpárút megépítése 250-300 millió forintba kerülne.